Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Kölcsei Televízió nézőit, ez 2021 első víkendje. Boldog új évet kívánunk! Enélkül hogy telt a szilveszter? Képzeld el, nagyon csendesen, és átaludtam, amire egyébként egy pár évvel ezelőtt már volt példa, akkor is sikerült átaludni gyakorlatilag az egészet, és nagyon jó volt megismételni. Nálatok hogy telt? Természetesen nálunk is ugyanígy. Bennem végre volt egy olyan érzés, hogy nem kell egy kötelező kört megfutni, hogy jól érezzük magunkat, hogy tökéletes buli legyen, hogy erezd el a hajamat, hanem végre a pihenésnek szentelhettük teljesen magunkat. Bár ez az év a sok karanténnal és bezártsággal ugye pontot tett az ire, tehát ezt azért ki lehet mondani, de egy lelassulás, egy befele figyelés az mindenképpen jellemezte a mostani szilvesztert. Egyébként eszembe jutott, hogy körülbelül 13 éves voltam, amikor a nagymamámnál szilvesztereztem, és akkor nagyon készültem arra, hogy most buli lesz, és végre meg lehet ünnepelni a szilvesztert, és készültem ilyen trombitával, és nagymamám még ilyen társasházban laktak, és ő megengedte, hogy éjfélkor kettőt lehetett fújni a dudába, és most valami hasonló jutott eszembe, hogy körülbelül most is ilyen szabályoknak voltam alávetve, csak nem nagymamám által, úgyhogy kettőt fújtam a dudába, és lefeküdtünk aludni. És ugye, hogy elég volt ennyi ebből a szilveszterből? Igen, valahogy így, igen, és alig vártam már, hogy akkor lépjünk át a 2021-ben. És átléptünk, ahogy kedves nézők is mindjárt belelendülnek velünk a műsorba. Még egy picit az újévi fogadalmakról, nem tudom, hogy neked szokott-e ilyen lenni. Hogy állsz ezzel a témával? Korábban voltak újévi fogadalmaim, sajnos én is az emberiség 90%-ába tartozom, akik megfogadnak valamit, aztán úgy körülbelül egy hétig tart ez a fogadalom, mert nehéz ezeket betartani. Te, hogy állsz ezekkel a fogadalmakkal? Vannak bizonyos fogadalmak, amiket minden évben megteszek, de képzeld el, én csak olyanokat szoktam megfogadni, amit biztos, hogy be is tartok. És melyek ezek? Hát én ezt most nem fogom elárulni a nézőknek, nem fogok tippeket adni, viszont alapvetően ez az egészségesebb életmód, több szabadidő, ilyeneket azért, de ez nem a január 1-jéhez kötődik, hanem ezt úgy egész évben. Mondjuk ez az egészséges életmód megfogadása, ugye nagyon sokan akarnak szokni a dohányzásról lefogyni, vagy sikeresebbek akarnak lenni, állítólag ennek a gyökere mind az, hogy az emberek boldogabbak akarnak lenni, és erről olvastam egy kutatást, egy Oxford Egyetem professzora, a Martin Seligman írt erről egy kutatást, és ő azt mondta, hogy arra koncentráljunk, hogy a tudatosan a jelenben legyünk, tehát ne a múltba révedjünk, mert az depressziót okoz, ne a jövőbe, mert az egy kicsit ilyen paranoiássá teszi az embert, hanem ha 80%-ban állítólag jelen vagyunk a saját életidőnkben, akkor boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak lehet. Úgyhogy talán ennek érdemes nekifutni. És akár így elérhetjük a meseszerű életet is, de hogy állsz a mesékkel egyébként? Nagyon szeretem a meséket, ez egy rendkívül jó stresszűző, pihenésre is alkalmas. Ugye régen a mesék inkább a felnőtteknek szóltak, történetmesélés volt, amikor nem volt ilyen fejlett a szórakoztatóipar, és különböző napi helyzeteket segítettek az embereknek feldolgozni a történetmesélés által. Ugye a Grimm történeteket is, hogyha ha belegondolsz a Grimm történetek is, azért kicsit erőszakosak voltak, vagy volt... És nézni szereted jobban a meséket inkább, vagy olvasni? Olvasni szeretek jobban, mert a saját hagyom akkora egy fantázia világot fel tud húzni maga köré, és sokszor nekem az a mese, amit én elolvastam, az teljesen másképp íródott meg a fejembe, mint ahogy utána a képi világról megjelent, és hogy ez a titkos világ, az csak az enyém, míg a mese, amit megnézhetünk, az ugye bárkinek ugyanazt a vizuális lecsapódást jelenti. De hogy állsz egyébként, olvasás, vagy inkább a nézés? Én mind a kettőt nagyon szeretem, nekem van egy kedvenc mesém, a Macskarisztokraták, azt olvasni és nézni is nagyon szeretem, és egyébként ezt minden évben el is olvasom, és meg is nézem legalább egyszer. Nekem ez egy ilyen kis berögződés. Viszont Túróczi Szabolcs nemrég itt volt a könyvtárban, és karácsonyi mesét olvasott, most ebből mutatunk egy kis részletet. A Róka csak kedvesen biccenten, nagyapa válaszolt helyette. Nincs mitől félned, Vilma, minden a legnagyobb rendben. Róka, Lita és Elza segítenek majd nekünk a szállításban. Itt ülünk a Pécsei közben, ugye a fiúk könyvtárba, közel a szüleid, illetve a te gyerekkori lakóhelyedhez, és egy karácsonyi mesét mondtál, egy sorozat utolsó meséjét, ugye 24-én
születtél. Úgyhogy te egy klasszikus karácsonyi gyerek vagy, mennyire voltál megváltó a családodban, vagy mennyire tekintettek rád különleges? Hát, 15 éves koromig az ördög voltam, tehát nem a megváltó. Igaz, be kell valljam, hogy édesanyámnak nagyon sok fájdalmat okoztam, de ezt nem akarom úgy beharangozni, hogy egy elviselhetetlen gyerek voltam, de volt nehéz periódus, amikor már délután 6-kor azt tetetted, hogy alszom, mikor megjött egy szülő értekezletről, és befelé fordulva a fal felé próbáltam, hogy Szabolcs, kelj föl, és sok ilyen volt, nyilvánvaló. Olyan közegben éltem a sporttársaim által, hogy minél nagyobb hülyeséget csinálsz, annál menőbb gyerek vagy. De ez azért elég sokáig kitartott. De focistának készültél? Mentségemre volt olyan, hogy mi lesz a gyerekből, hát maximum hátra összejön ez a tanárképző főiskola testnevelés szak. Ez volt a non plus ultra, amit el lehet képzelni, vagy a 107-esben nem mehettem, meg 110-esben, mert kézügyességem nem volt, vagy az első nap mondjuk a satúba raktam volna a kezemet, de így most az lett, na most ebből lett egy nagyon nagy csavar, amikor 16-17-18 éves koromban elkezdtem igazából olvasni, látni, filmeket nézni, rengeteget olvastam, zenét hallgattam, olyan emberekkel ismerkedtem meg, akár a mi társaságunk, akik együtt voltak, mindig volt egy fél őrült, vagy fél hülye, és mind a kettő nagyon közel állt hozzám, akiktől zenéket hallgattam, koncertekre jártunk, akkor elkezdtem színházba járni, még 16-17 éves, mikor itt volt az Ivokrobot, hihetetlen előadásokat láttam, és akkor beindította az agyamat, mint egy ilyen vízicsónak, így elkezdem pumpálni bele az energiát és a mindenféle kultúrát, és ebből robbant hirtelen egy olyan dolog, amikor engem felvettek az jogi egyetemre, hál' Istennek csak estire, még akkor is ment évekig a sóhajtozás, hogy reméljük, hogy ez majd fog történni, és én annyira tudtam, hogy mi fog történni, és nem voltam türelmetlen, hogy én akkor az utat jártam, amire vágytam, és mondom, ilyen volt, tehát volt, hogy benn voltam barlangba, kimásztam. Az életem nem volt nehéz, tehát nem nélkülöztem, de az, hogy én a színművészeti kihagyva, egy teljesen más kultúrával, más színházi kultúrával megismerve elkezdtem ezt az egész világot, az forradalmian más volt, mint ahogy általában szokott lenni. Szabi, mit kívánsz magadnak a jövő esztendőre? Most önző módon csak magadnak. Aztán majd a nézőknek is kívánhatsz a végén. Hát ne legyek beteg, mert akkor tudok dolgozni. Ez nagyon fontos. Igazából arra is rájöttem, hogy alapvetően nem nagyon foglalkozom a szervezetemmel eleget. Sok minden pirítást kaptam, így akár a orvosokkal is beszélgettem ennek az egész. Nem csak itt most a Covidról, erről a vírusról, az egész szervezetet valahogy jobban kéne becsülni, mert ha te nem becsülöd őt, akkor ő sem fog téged, és nagyon, nagyon szomorú történet lehet a vége, és én szeretném, hogyha egészséges lennék, akkor tudok dolgozni, akkor van energiám, akkor van életkedvem, akkor van étvágyam az életre, és nem csak az ételre, és akkor utána már minden rendben van, és akkor ha engem így lát a családom, akkor ők is boldogok lesznek, mert sokat szeretnék adni nekik. Hát ennyi. Hát abból az ördögből szerintem tényleg egy próféta lettél, legalábbis így elnézve édesanyádat, meg apukádat, akik rettenetesen büszkék rád, és ott vannak minden előadáson, és megszerveznek minden olyan lehetőséget, hogyha Nyíregyházára jössz, akkor minél több emberrel tudj találkozni, hogy úgy gondolom, hogy boldog ember vagy. A lányokkal, családoddal, a feleségeddel. Úgyhogy mi a nézők nevében azt kívánjuk, hogy akkor ez maradjon is így, és tényleg jó egészséget, és örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy beszélgetettem veletek, és köszönöm a könyvtárnak ezt a lehetőséget, különösen Editnek, hogy leszervezte, és itt gyakorlatilag mindjárt elkezdem a Ropi naplóját olvasni, és akkor elkezdem itt, és zárjatok be 2 napra, és akkor itt elolvasgatok.
az elmúlt percekben már olvasással foglalkoztunk, akkor talán ideje megemlékeznünk Rejtő Jenőről. Ugye neki a halálának az évfordulója van a mai napon, január 1-én. Sajnos nem tudjuk, hogy mikor volt pontosan az a nap, amikor ő eltűnt vagy meghalt a Donkanyarban, de január 1-e egy rendkívül emlékezetes nap, hiszen ilyenkor ráemlékezünk a történetei, olvasmányai, regénye kapcsán. Neked milyen olvasási élményeid vannak? Mit szeretsz olvasni? Mi az, ami téged magával ragad? Képzeld, én Rejtő Jenőt még nem olvastam. Van otthon nekünk, mert szüleim gyűjtötték, és ilyen ősrégi darabokat tárolunk még mindig otthon, de valahogy én még nem jutottam odáig, hogy azt elolvassam. Én inkább ilyen kortárs írókat, vagy nagyon könnyedén fogyasztható dolgokat szoktam olvasni. Neked van Rejtő Jenő élményed? Igen, én szeretem Rejtőt, én rendkívül magával ragad a csavaros észjárása, az, hogy mindig egy kicsit fifikás, humoros, tehát engem magával ragad ez a világ, rengeteg könyv van meg tőle, és nekem az is izgalmas volt, hogy miért írt ő írói álnevet, miért választott, és ugye, ahogy utána néztünk a dolgoknak, fény derült arra, hogy végeredményben a politikai rendszer hívta életre. Te ezen meglepődtél egyébként, hogy ilyen eszközökhöz kellett nyúlnia, hogy egyáltalán fent tudja magát tartani? Az az igazság, hogy én már semmit nem lepődök meg. Még akkor sem, hogyha ez már nagyon régen történt. Mindenkornak azt gondolom, hogy megvan a maga bája, a maga hátulütői, amikhez ugye alkalmazkodni kell az embereknek, és hát Rejtő Jenő, aki sajátos életvitelével szerintem ehhez tökéletesen alkalmazkodott. Nézzünk bele, hogy pontosan mire is gondolnik ő. Hogy jut egy ilyen korunak mi az eszébe? Hát ez az, hogy nem jut eszébe, hanem ugye okosan rá kell vezetni. Zsidó család harmadik gyermekeként született Rejtő Jenő néven. Az egész családról az a hír járta, hogy kiváló szinten űzik a logikai játékokat. Az édesapa nagy kártyás hírében is állt. Jenő is kiváló memóriával rendelkezett, de az érettségit soha nem tette le. Magánéletére ad rávilágítást, hogy fennmaradtak csajozós levelei, melyből kiderül, hogy a meggyőző fellépésű fiatalember sziporkázó stílusának, 190 cm magasságának, sportos testalkatának köszönhetően sikeres volt a hölgyek körében. Tanulmányaiban inkább az életiskoláját választotta, kis ideig a színészettel is kacérkodott. Mit is meséljek magamról? Kölyök koromban boxbajnok szerettem volna lenni, de csak odáig jutottam, hogy szétverték az orromat. Később színiiskolát végeztem. A vizsgaelőadáson egy Molnár Ferenc darabban játszottam. Hajnalig fel alá szaladgáltam a szobámban, aztán leugrottam az újságokért, hogy megnézzem, mit írtak rólam a kritikusok. Hát ennyit. Jók voltak még. 26 évesen valószínűleg Karintival médiahekket találnak ki, és Jenő saját halálhírét keltik. A sajtócsínnyel Rejtő népszerűségét szerették volna előidézni. Óriási volt a hatás. Legjobban egy Kelemen nevű ismerősöm örült nekem, aki először elsápadt, amikor meglátott, aztán hitetlenkedve megtapogatott, végül így kiáltott fel örömében. Jenő, maga él! Hát akkor mégiscsak megkapom a 20-ast, amivel tartozik. 1934-től fut be igazán. 29 évesen már ismert színpadi szerző, aki vígjátékok megírásával a kor meghatározó operett szerzőjeként is ismert lesz az egész országban, így a Felvidéken és Erdélyben egyaránt. A pesti művészélet ismert alakja barátság fűzi a kor jelentős művészeihez, így például Kabos Gyulához, Salamon Bélához, Latabár Kálmánhoz és Honti Hannához is. Mindkét felesége gépírónő volt, akiknek diktálta írásait. Munkáját elismerték és megfizették. Tévhit, hogy nem keresett jól Rejtő Jenő. Más kérdés, hogy képtelen volt felelősséggel bánni a pénzzel. Játékszenvedélye mindig elcsábította. A zsidó törvények bevezetése után kényszer társszerzőként tudott csak dolgozni, majd később társszerzőként sem tüntetik fel a nevét. Megjelennek pengős regényei, a Pokol zsoldosai, Menni vagy meghalni, illetve a Fehér folt című könyve, már P. Howard álnév alatt. Ez jelentette az igazi fordulópontot Rejtő számára. Amerikai hangzású név mögé is rejtőzik, és Gibson Laveryként Western könyveket ír. Rengeteget dolgozik, nem alszik, egy akkoriban ismert Actedron nevű ajzószernek köszönhetően folyamatosan alvás nélkül tudott írni és kártyázni 2-3 napon keresztül, majd elájult és összeesett. Ideg problémái miatt intézetben is kezelték, folyamatos kiadóváltások és őrült munkatempó határozta meg ezeket az éveket.
Bár a beteg, idegszanatóriumba kezelt embert a kor törvényei alapján se lett volna szabad elvinni katonának, illetve munkaszolgálatban, ezt senki nem veszi figyelembe. Elindítják gyors transporttal a Donkanyarba. Embertelen körülmények között 37 éves korában munkaszolgálatosként tűnt el a Szovjetunió területén, soha nem tért vissza. Halálának pontos dátuma nem ismert, ezért január 1-én rá emlékezünk. Könyveink keresztül ma is életünk részét képezi Rejtő Jenő, aki lefektette a pesti humor alapjait írásaival. Ezek után azt hiszem, nekem mégiscsak lesz egy újévi fogadalmam, hogy elolvasok egy Rejtő Jenő könyvet. Kedvcsinálónak jó volt, igaz? Abszolút, abszolút, igen, kedvet kaptam hozzá. Meg tudod, mihez lenne még kedvem? Túrázni. Te hogy állsz a túrázással? Hát az, az igazság, hogy ez a bezártság életre hívta bennem azt, hogy túrázni vágyom. Én nem voltam ez a kifejezett túra girl, be kell, hogy valljam. Viszont az, hogy ennyire korlátozottak a lehetőségei jelenleg az embernek, ez ugye felszabadította a gondolkodásomat abban a tekintetben, hogy szabadidős tevékenységet lehet végezni, lehet túrázni. A természetet nagyon szeretem, és az a bejátszás, amit láttam, az pedig teljes mértékben arra indított, hogy igen, nekem is el kell köteleződni ebben az irányban, és egy kicsit a sportokat így megközelíteni. Mindjárt egyébként a nézők is látni fogják ezt a bizonyos bejátszást, amiről Eszter beszélt. Hogy állsz mondjuk a koránkeléssel? Hát valamit valamiért. Hogyha koránkelés és kávé társul a koránkeléshez, akkor azzal teljes mértékben kiegyezek. Azzal nem sokáig jutnék, hogyha korán kellene kelni, és mondjuk egy adott idő intervallumot kellene kibírnom kávé nélkül, és egy teljesítmény után sor kerülhetne egy ilyen kávézásra, és azt hiszem, hogy a következő bejátszásban az a kettő valamiért összekapcsolódik. Igen, hiszen találtunk egy olyan embert, aki összekötötte a túrázást, a hegyi biciklizést és a kávézást, de hogy pontosan milyen formában, azt most önök is megnézhetik. Te biciklizel, hegyet mászol és utána kávét főzöl, mindezt a Zemplén Fanatik kapcsán. 2017-ben indultatok, mi volt ennek alapvetően a célja? Igazából a cél az a bringásokra vonatkozott legfőképpen. A zempléni bringásokat szerettem volna összefogni. Ez valamikor 30 évvel ezelőtt indult ez a hegyi bringa iránti szeretet, és akkor is hasonló volt a helyzet, mint most, hogy nehezebb találtam társat, akivel mondjuk a hegyekből bringázni, és ez a 30 év után is pont így van. Viszont azt láttam, hogy egyre többen járnak ki, csak mindenki egyedül, és mindenki más időpontban, és az a csoport arról szólt volna első körben, hogy ott megbeszéljük a túrákat, egyeztessünk, útvonalakat megosztunk egymással, fotóval. Gábi erről szólt szóval ez az Zemplén Fanatik, társalgó a Facebookon. Aztán elbűvült egy picit tovább, de a bring volt az alap. Ekkor még a kávé az nem játszott az első időkben. És olyannyira társakra találtál, hogy már 1500-an vagytok ebben a csoportban. Igen, a csoporttag sajnos most már 1500-an felül van, ami igazából azért bővült ennyire fel, mert nem maradtunk meg a bringánál. Legalábbis egy csoport tagsága igény volt arra, hogy más szabadidős sportok is megjelenjenek. Így jött a sziklamászás, a terefutás, túrázás, vagy egy szimpla hétvégi kirándulás mondjuk a Radványi Parkban. És arra kértem a csoporttagokat, hogy osszák meg a túráikat, jó minőségű fotóval, leírással, esetleg térképpel, hogy mások is végig tudják menni az útvonalat. Igazából a minőségi megosztásokon volt a hangsúly. A cél igazából ennyi volt, hogy az embereket kimozdítsuk a fotelból. Ha már itt élünk ilyen szép helyen, akkor megmutassuk egymásnak, hogy hová érdemes menni a hétvégén vagy a szabadidőben. Mert hogy a tapasztalat az, hogy sokan mondják, hogy milyen jó nekem, milyen szép helyeken járok, és úgy végig gondoltam, és akkor mi ebben ezek semmi extra. Kerülök a bingára, és elmegyek a hegyekbe. Tehát ez nekem nem tűnt extrának, és ebben szerettem volna megerősíteni az érdeklődőket, hogy ez egyáltalán nem extra dolog, ez egy tökéletes kikapcsolódás, főleg a mai rohanó világban. Én úgy gondolom, hogy ez kell. Itt az előbb azt mondtad, hogy hétvégén vagy szabadidőben, de hát te nem csak hét
hétvégén, meg szabad idődben mész, te ezzel indítod gyakorlatilag a napodat. Igen, az én helyzetem elég különleges, és még mindig ezért találok nehezen társat, mondjuk a bringázásoknál, mert tehát ha 30 éve teljesen más volt a helyzet, amikor elkezdtem bringázni, akkor még a teljesítményről szólt a dolog, hogy minden többet bringázunk, versenyekre járjunk, teljesítménytúrákat csináljunk, és azokat népszerűsítsük. Aztán eltelt közül 30 év, család, munka, és túl sok szabadidő nem maradt emellett. Ami szabadidő maradt, az mondjuk reggel munka előtt, vagy mielőtt felébred a család. Azt jelenti, hogy mondjuk én felébredek 5 órakor, kinézek az ablakon, vagy még előző nap megnézem azt, hogy milyen időjárás várható, hogy érdemes elindulni, és akkor mondjuk olyan 6 óra körül feldom a bringát az autóra, vagy éppen kilépek az ajtón és elindulok, és amikor fel kell a nap, én már valahol fönt vagyok a hegyen, hátizsákba ment a kávéfőző, és ez valahogy most már ilyen, nem tudom, hozzám nőtt, pedig nem én találtam ki, nem tőlem ered ez a kávé és a bringa. Az Zemplén Fanatik egyik csoporttagunk Budapesten elől látogatott meg minket tavaly előtt nyáron az Zemplénben, és ő tett fel egy posztot, hogy ő eljött ide új utára, és úgy indult a bringázni, hogy megállt egy réten. Megreggelizett, aztán ment tovább a csúcsra, ott megfőzte a kávét, aztán ment tovább, és valamikor este is visszajött a szállásra, és nekem ez a kávé főző kép ragadt meg a fejemben, mert egy több képet tett fel a Nagy Péter Menykő csúcsán, és ez volt az inspiráció a kávéhoz. És az így megmaradt, akkor vettem egy kávéfűzőt, és onnantól kezdve nem gondolkodtam másban, nem is gondolkodhattam másban, mert a reggeli időpontok voltak nekem a jók, kávézok, akkor ha már kávézok és reggel tartom egy bringázni, akkor adta magát, hogy ezt össze kell kötni. És ez egy nagyon fantasztikus dolog lett, tehát most már én azt mondom, hogy ez a kikapcsolódásnak a csúcsa, legalábbis számunkra, hogy egy ilyen reggeli kávé valamilyen hegytetőn, kilátón, vagy egy völgyben, teljesen mindegy igazából hol, csak ahol egyedül vagyok, csend van, vagy olyan emberrel vagyok, akit jól ismerek, barátom, elbeszélgetünk, mert hogy ha párban megyünk, vagy többen megyünk, akkor ez erről szól ez a bringázás, hogy dumálunk egy út, kávézunk egyet és hozaérünk, aztán mindenki kezdi a napját. Volt olyan, hogy nem működött a kávéfőződ, mikor odaértél az állami célállomásodra? Nem, hát azok nem megbízható, szóval igazából egyszerű dolgok, ez egy kocsogós kávéfőzőnél nem csak nem romolhat el. Olyan fordult elő, hogy ott hagytam a vizet, akkor a patakban megmerítettem a kávéfőzőt, és akkor patakvízből főztem egy kávét. Egyébként milyen kávét szeretsz a leginkább? Én a klasszikus, tehát ízesítés nélkülit, semmi extra. Én megálltam egyébként egy márkánál, aminek nem mondom a nevét, ezt nagyon szeretem. És mióta kávézol? Szerintem azóta, mióta a munkám megkívánta. Multinál dolgozok nagyon régóta, és tehát sokszor kell korán menni, aztán szerintem ez így a reggelekkel jött mindig a kollégákkal együtt kávézés. Egyébként nem túl régen, tehát nem 30 éve kávézom, hanem kb. 10 éve. 12 éve. Van még a Zemplénnek olyan terület, olyan hely csúcsa, ahol nem főztél kávét és mindenképpen szeretnél? Ami ismert csúcs, olyan szerintem nincs, ami mondjuk egy átlag turistának mondjuk a turista térkép alapján kiválaszt célpont, szerintem már nagyjából minden csúcson főztem, de nem feltétlenül a csúcs számít, meg az ismertség. A Zemplénnek nagyon sok olyan csúcsa van, ahol nyilván nem jártam még, vannak különös kedvencek, ami azt mondom, hogy legjobb a világon, de nem feltétlenül erre hajtok, hogy minden csúcson kávézok. Hány ilyen fotót készítettél eddig, mert ugye tényleg minőségi képeket posztolsz ki? Sok százat, most nyilván ez a mai világ alkalmassá teszi ezeket a fotók elkészítését és olyan posztolását, most már tényleg olyan szinten, hogy nagyon minőségi képek jöjjenek ki a végén. Mobiltelefonnal készítem egyébként a fotókat, van nagy gépem is, de nyilván nem tudok egy tükörreflexes gépet vinni még a kávéfőzőn elé. Viszont tényleg annyira jó minőségű képeket lehet telefonnal készíteni, hogy nem is szükséges. Bár nem feltétlenül az eszköz fontos szerintem egy jó kép elkészítéséhez, hanem a helyszín és amit belelát az ember. Van olyan csoporttag, aki elkezdte ugyanezt csinálni, hogy elteker egy célállomásra és ott lefőzi a kávét? Nem hallottam róla, lehet, hogy van egyébként a Zemplén Fanatiknak, úgy az ország minden részéről van tagsága, és sok
embernek, sok tagnak, sok túrázónak tetszik ez. Meg szokták kérdezni, hogy honnan van, milyen kávét iszom. De ebből azt gondolom, hogy más is vagy kipróbálta, vagy műveli ezt a reggeli vagy napközben kávézást. Nyilván másoknak is megtetszik, mert nagyon egyedi, nagyon különleges és borzasztóan menő dolog szerintem. 2021-re van-e valamilyen nagy célkitűzésed, hogy ezt mindenképpen szeretnéd megvalósítani? Van egy kemény maga csoportban egy 20-30 fő, aki rendszeresen megoszt túrákat. Vannak, akik inkább figyelik. Készítettem egy felmérést két hónappal ezelőtt. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen sportok, milyen tevékenységek érdeklik igazából a csoporttagokat. És nem a bringázás az első. Az jött ki a kíváncsiságom eredményként, hogy a fotók és az élménybeszámolók miatt nézik legtöbben a csoportot. Aztán a gyalogtúrázás a második helyen. A harmadik helyen a helyeknek a bemutatása, mert hogy sokan nem ismerik az MT-t, hogy hová érdemes menni, és csak ezután jön a bringa, ugye a futás, és sportok igazából a klasszikus sportok azok háttérben vannak, viszont a szabadidős tevékenységek, ami igazából nagyobb érdeklődést mutat. Van-e olyan terved, hogy esetleg nem feltétlenül a Zemplénbe, hanem valahol máshol Magyarországon vagy a világon megmászol egy csúcsot, és ott mindenképpen szeretnél egy ilyen kávés fotót készíteni? Nem, nincsenek már ilyen terveim, mert öreg vagyok ehhez. Még volt rá időm, lehetőségem, sok helyen voltam igaz országon belül főleg. Most tényleg első családdal sokat kirándulunk, túrázunk, ami általában szóba jön külföldet a Tátra. Szeretjük a Tátrát, de az MT-n egyébként tökéletesen alkalmas, és mindig találunk új dolgot. A gyermekeimmel most elkezdtünk már bringázni, úgyhogy helyben az MT-n belül. Hát akkor további jó bringázást és túrázást és kávézást kívánunk neked az Zemplénben. Köszönöm szépen. Szerintem idén túrázni is elmegyek, szóval mesét kell olvasni, Rejtőjenőt kell olvasni, túrázni kell, kávézni kell. Nagyon színes víkend lett. Te hogy látod ezt, Eszter? Nekem tetszenek ezek a lehetőségek 2021-re, úgyhogy én benne vagyok. A kávézást azt fixen meg tudom ígérni a nézőknek is, hogy ezt mindenképpen be fogom tartani 2021-ben. Azt hiszem, hogy legyen ez az én fogadalmam, és akkor sikeres leszek. Akkor én pedig tartom magam ahhoz, hogy Rejtő Jenő könyvet legalább egyet mindenképpen elolvasok, majd ezt adáson kívül megbeszéljük, hogy te melyiket ajánlanád nekem, és ezt ajánljuk a nézőknek is, meg emellett azt kívánjuk, hogy nagyon sikeres és boldog legyen a 2021-es esztendő önöknek is. Így legyen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.